Mai nap mérleg egy BB ezüst, erre számítottál? Igen, de az a helyzet, hogy emellé számítottam még egy aranyéremre is. Úgyhogy kedvezetlenül nem pont úgy sikerült ez a nap, ahogy én ezt gondoltam. Most már így a félidő ugye letelt a világbajnokságon, pont a felénél vagyunk. Itt körülbelül egy olyan 5 éremnél számoltam, hogy lennünk kell, most van 3. Az már valószínűsíthető, hogy az a 10 plusz minusz 2, amire gondoltam, az nem lesz meg. Valamilyen oktán fogva azok, akik jóban nekünk a sikereinket hozták, itt az érmesekre gondolok, azok nem tudják megúszni a legjobb idejüket. Nem tudom, mi lehet ennek az oka, harcolnak, látom, küzdenek, mennek, de valamilyen oknál fogva nincsenek csúcsformában. És mire számítasz holnap? Hát a következő napokban arra számítok, hogy a fiatalok, akik még itt vízbe fognak ugrani, azok előre törnek, és azért a nagyjaink közül, ez már mondjuk a Cselacinál is látszott, szóval nekik van egy tartalék, tartalékának a tartaléka, amiben nagyon bízok, hogy most elő fogják venni. A 100 pillangó? Hát 100 pillangó, ugye ott is a Laci legutóbb olimpián BB-n érmes volt. Nyilvánvalóan ez a 200 méter megnyugtatta, mert azért ez a közösség előtt persze, hogy van mindenkibe feszültség. Nyilvánvalóan ott meg azért van éremesség, meg hát az utolsó nap a 2 vegyes úszásban női hát női pillangó, tehát elvileg még vannak esélyeink, de nagyon összekezdheti magát mindenki. Igen, holnap lesz a 200 női pillangó döntője, ott mire számítasz két magyar indulóval? Hát a Katinka már 2-szer volt érmes, de hát kérdés az, hogy a legjobb idejéhez képest mennyit úszik. A Szilágyi Liliana az, hogy bejutott a VB döntőbe, ma maradéktalan elégedett vagyok, és örülök, hogy ez a nagyon kacskaringosra sikerült tavalyi év után visszatért. És a váltók? A váltóink még vannak hátra, hát van még esélyes váltónk, bár a mait se számoltuk feltétlenül, hogy döntőbejutásra esélyes, hogy bejutott volna, de éppen kizártak minket, hát itt is több figyelem kell, talán ma fáradtabbak voltunk, de remélem, hogy még lesz döntőbe váltunk.